Egyre több diák készül az érettségi után külföldre. Az Eduline-nak, az eltett Refort Ágoston gyakorló gimnáziumának igazgatója arról beszélt, hogy az iskola egyik végzős osztályának majdnem az egyharmada jelölt meg külföldi intézményt a jelentkezési lapon. Az oktatási szakértő híradónknak azt mondta, a diákok jól reagálnak a mai kor kihívásaira, és ez nem csak a politikáról szól, hanem szerinte arról, hogy ugyanazért a munkáért külföldön sokkal többért fognak majd kapni, mint itthon. Igen, leszoktatták arról az európaiakat, hogy dolgozzanak. Tehát a kétkezi munka, mindenkinek egyetemet meg főiskolát kell végezni, mert egyébként nem ember. De olyan egyetemek meg főiskolák vannak, hogy annyit érnek, mint vászontarisznyán a lakat némelyik. Ahol nem lehet elhelyezkedni. Tehát a magasban néző diplomával nem lehet elhelyezkedni. Egyáltalán semmilyen nincs. Hát ne vicceljünk. Ehelyett mondjuk egy tetőfedő mennyivel jobban jön. Németh Szilárd erről még a választás előtt beszélt Pétfürdőn. A magyar diákok viszont úgy tűnik nem tetőfedők szeretnének lenni, de talán még munkanélküliek sem az itthoni diplomájukkal, ezért külföldi egyetemeket választanak. Az eltett Refort Ágoston gyakorló gimnáziumának igazgatója az Eduline-nak beszélt arról, hogy míg korábban a külföldi egyetemre jelentkezők aránya 5-10% volt, az idén van olyan végzős osztályuk, amelyből a diákok 30%-a külföldön folytatná tanulmányait. Az oktatási szakértő szerint nincs semmi meglepő abban, hogy a diákok más országokban szeretnének tanulni. Alapvetően több százezer fiatalról beszélünk, aki elmegy, és jelen tömegesen még nem jöttek vissza. Van arra vonatkozó statisztika, hogy az elmúlt években esetleg többen mentek ki? Van arra vonatkozó statisztika, éppen a napokban jelent meg, ami egy masszív emelkedést mutat. Országonként 10-25% közötti változás, mármint hogy az eddig abban az országban menőkhöz képest. Ez tömegeket is érint, de inkább a trendek fontosabbak ebből. Nagyon sokan gondolják azt, hogy neki külföldön lesz jobb megélhetésük, és neki külföldön kell kamatoztatni a tudásukat. Azokból a diákokból, akik így gondolkodnak, évente 310, idén 320 gyerek a középiskola mellett a Milestone intézetben tanul délutánonként, ahol szakemberekkel találkoznak, és minden diáknak van saját mentora is. Innen a tanulók a világ top 100 egyetemére mennek, tavaly 33-an mentek Oxfordba és Cambridgebe. Azt kell nekünk elhitetni a diákokkal, és hogy megértsék, hogy nincs olyan, hogy nem tudom, éhező bölcsész lesz, hogyha művészet történet tanulsz Oxfordban, vagy nem tudom, antropológiát Stanfordban, az nem azt jelenti, hogy nem fogsz kapni munkát. Azt jelenti, hogy a legjobb antropológusok között leszel a világon, akik általában jól keresnek és eléggé foglalkoztatott tudósok. Az intézet úgy gondolja, külföldi diplomákkal itthon is sokkal könnyebb elhelyezkedni. Egyébként küldetésüknek tartják, hogy a náluk tanuló diákok a tanulmányaik után hazatérjenek.